Egy tízfős baráti társaságból öt fő szereti a focit, a kosárlabdát négy, egy valaki, pedig mind a két sportágat. Hányan nem kedvelik a két labdajáték egyikét sem ebből a baráti társaságból? Hát ugye rájövünk, hogy ennek egy kicsikét köze van a halmazos témánkhoz, ezért a legegyszerűbb az, hogyha megpróbáljuk ezt Venn diagramokba ábrázolni. Tehát tudjuk azt, hogy van nekünk ugye 10 főnk. Tehát az alap halmazunk, az azt fogja megmutatni, hogy 10 fő van, akivel dolgozni fogunk. Tehát ők barátok. Tudjuk azt, hogy valakik vannak, akik szeretik a focit, valakik a kosárlabdát, és valaki pedig ugye mind a kettőt, de az is lehet, hogy olyan is van, aki nem. Tehát lesz nekünk kettő halmazunk, az egyik halmazban lesznek a focisok, őket jelölhetjük egy F betűvel. Aztán lesznek a másikban a kosárlabdázók, őket pedig K betűvel jelölhetjük. És elkezdjük kitölteni úgy a Venn diagramunkat, hogy újra elolvassuk a feladatot. Egy tízfős baráti társaságból, ugye már beírtuk ide, hogy tíz fő az alaphalmaz. Öt fő szereti a focit, a kosárlabdát négy, és egy valaki pedig mind a két sportágat. Na hát ugye itt mindig azzal kell kezdeni, ahol ugye megtudjuk azt, hogy kik azok, akik mind a kettőt szeretik, mert ugye őket be kell írni középre. Tehát itt volt hogy egy valaki, mind a két sportágat, akkor beírjuk középre az egyet. Akkor újraolvassuk. Ugye egy tízfős baráti társaságból öt fő szereti a focit. Tehát öt fő szereti a focit, de ebbe az öt főbe már az is benne van, aki ugye ö, alapból még a kosárlabdát is szereti. Tehát akkor úgy tudjuk kiszámolni, hogy hányan vannak azok, akik csak a focit szeretik, hogy az ötből kivonjuk azt, aki ugye még a kosárat is szereti. Tehát ötből egy, akkor négy. Tehát négy fő van az, aki csak a focit szereti. Olvassuk tovább. A kosárlabdát négyen szeretik. Négyen szeretik összesen a kosárlabdát, de itt is ugye már az az egy, az tartalmazza azt, hogy aki a focit is ugyanúgy szereti, tehát akkor itt is, hogy aki csak a kosarazást szereti, ezt úgy tudjuk kiszámolni, hogy az összesből, vagyis a négyből elveszük azt, ami ide középre bekerült az egyet. Tehát négyből egy, az három. És akkor megkapjuk csak azt, hogy hányan vannak azok, akik csak a kosárlabdát szeretik. És azt mondja még tovább a feladatunk, olvassuk, hogy hányan nem kedvelik a két labdajáték egyikét sem ebből a baráti társaságból. Hát akkor ugye azt úgy tudjuk megállapítani, hogy összeadjuk, hogy összesen hány darab diákunk van, vagy barát van ebből a társaságból, akiket ugye beírtunk. Tehát itt van egyszer nekünk a focistákból négy, van egy középen, akik mind a kettőt szeretik, és van három kosarasunk is. Akkor adjuk össze ezeket. Négy meg egy az öt, öt meg három az nyolc. Tehát nyolc fő már benne van nekünk itt a halmazunkban, akik vagy a focit, vagy a kosarazást, vagy pedig mind a kettőt szeretik akkor hogyha összesen 10 fős volt a társaságunk, akkor most már könnyen ki tudjuk számolni, hogy hányan vannak azok, akik egyiket sem kedvelik. Tehát volt 10 főnk, abból már mi beírtunk ugye 8 főt, akik valamelyiket szeretik, vagy mindkettőt, tehát akkor 10-ből 8, az pedig kettő lesz, és akkor megkaptam azt, hogy ketten vannak azok, akik egyiket sem szeretik, és őt pedig a Venn diagramban így kívülre fogom a két halmazon kívülre írni.